püspök ne! Na igen ám, de tudjuk, hogy szerény ember volt, és nem akart ilyen nagy hivatalt, meg hatalmat elfogadni. Elmenekült és elbújt. Így van, pontosan odabújt a libák közé. Szent Márton legendáját eleveníti fel a Guliba Társulat a Sóstói Múzeumfaluban. A Mártonnapi Vigasságok hagyományőrző programjaira közel 3000-en voltak kíváncsiak szombaton. Ez a nap elődeinknél jeles ünnep volt, számos babona és népszokás kötődik hozzá. Itt is az új bor az, ami a középpontba kerül, és ebből minél többet kell ezen a napon inni. A cél az, hogy minél bőségesebb és gazdagabb legyen a következő évi termés, és hát természetesen időjárás jósló nap is. A legtöbb őszi jeles napnak az a jelentése, meg jelentősége, hogy időjárás jóslónak. Többféle mártonnapi időjárás jóslás van, amit én nagyon szeretek, az az, hogy miután megettük a libacombot, akkor a liba csontjából megjósoljuk a telet, tehát ha fehér a csont, akkor hideg tél lesz, hogyha barna, akkor pedig lucskos, sáros tél lesz. A rendezvényen Szabó Tünde országgyűlési képviselő is részt vett, aki nem először látogatott el a Sóstói Múzeumfalu mártonnapi programjára. Nagyon nagy élmény mindig, minden egyes évben eljönni és ünnepelni ezt a nagyon fontos hagyományokkal teli tradicionális ünnepet. Ugye fontos, hogy Márton napon ugye a közösségek együtt vannak, és ilyenkor az újbort ünnepeljük, és a különböző kultúránk részeit, és azért is nagyon fontos, hogy itt lehetünk a Sóstói Múzeumfaluban, mert bizony megismertetjük a fiatalokat ezzel, amire mindannyian büszkék lehetünk. Ugye egészen 4. századig ér vissza a Márton napi vigasságoknak az ünneplése, onnantól ered, úgymond különböző történetekkel, és mindezt meg kell ismertetni a kicsikkel, a fiatalokkal, hogy az ő életük részét is képezze majd mindez, amire mindannyian büszkék lehetünk. Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke, a megyei értéktár elnöke elmondta, a Sóstói Múzeumfalu olyan szimbolikus helyszíne a megyének, ahol a hagyományok összpontosulnak, legyen szó épített vagy kulturális örökségről. Sóstói Múzeumfalu lényegében az első értékek között került be a megyei értéktárba, nem véletlenül. A 2013-os értéktár megalakulása után lényegében a következő évben már a múzeumfalu is az értékek közé került, mind a nyíregyházi értéktárban, mind pedig a megyei értéktárban. Természetesen ez nem véletlen, hiszen ahogy mondtam, itt összpontosulnak az értékek, és ráadásul a tavalyi évben itt a Sóstói Múzeumfalu adott otthon annak az interaktív kiállításnak, amely a Turistvándi csűr felújításából adódott, amelyben pedig megjelenik a megyei értéktár fizikailag, és úgy gondolom, hogy ez a kettősség ez nagyban erősítette meg mind az értéktár, mind a múzeumfalu, mind pedig az örökségünk iránti szeretet kapcsolatát. A vigasságok legfiatalabb előadói a Nyíregyházi Kerekerdő óvoda és a Szabolcs Táncegyüttes apró táncosai voltak, akik a Mártonnaphoz kötődő dalcsokorral, népi játékokkal készültek. A hagyományőrző programok mellett a gasztronómiának is fontos szerep jutott. Elődeink kedvelt libás ételei közül válogathattak a vendégek. A bőséges egytálételek között volt libás töltött káposzta, ludaskása, sültek és töltött libanyakat is kóstolhattak a látogatók. Nincs Mártonnap liba szépségverseny nélkül a múzeumfaluban. A nyíregyházi Türk Márton névrokonához hasonlóan kötődik a libákhoz. Egyik kedvence, Frici is a verseny indulói között volt. Kiskoromban vette a nagypapám 2-t, és ő levágta, és azóta nagyon szerettem volna, mert megsajnáltam azokat a libákat. Akkor gyakorlatilag házi állatként van nálatok? Igen, meg hát valamelyiket le is vágjuk, de azokat sajnálom. Az egésznapos programkavalkád végül a liba szépségverseny eredmény hirdetésével ért véget, a győztesek pedig Marci és Frici lettek. A Mártonnapi vigasságokkal zárul minden évben a Sóstói Múzeumfalu rendezvényeinek sora.